Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Péntektől Péntekig című heti hír összefoglalónkat látják Mezőtúri és térsége legfontosabb eseményeivel. A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep emlékkiállítása nyílt meg a Városi Galériában július 30-án. A megnyitón Batta Attila Viktor Mezőtúrváros alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. A Mezőtúri Művészeti Közalapítvány szervezésében a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep elhunyt jeles képzőművészeinek tiszteletére rendezett emlékkiállítás megnyitására került sor. A tárlat Borbás Tibor Munkácsi Díjas szobrász művész halálának 20. évfordulója alkalmából került sor, tehát erre a tárlatra. Hogyan állította össze a kiállítás anyagát, milyen képeket láthatunk itt? Hát sajnos, ahogy a megnyitó szövegben is hallottuk, 11 alkotóról van már szó, akik nem élnek. Itt a hátam mögött pontosan Ágata Marga, aki 2 hónappal ezelőtt hunyt el, szegény. És hát fantasztikus egy társaság volt. Ez a 11 ember a nagyon-nagyon hiányzik számunkra, és ugye 20 évvel ezelőtt Borbás Tibor barátunk, szobrászművész, Pestről érkezve, még 6 órakor telefonon beszéltünk vele, hogy elindult Pestről, és hát 9 órakor kerestük, hogy hát már ide kellett volna régen érkezni, és sajnálatos, hogy 3 kilométerre Mezőtúrtól egy autóbalesetben életét vesztette. És ez az apropó volt először, hogy neki mindenképp a 20. évről, és akkor találtuk azt ki, hogy hát emlékezzünk meg mindenkiről, és így aztán a 11 alkotónak próbáltuk az anyagát összegyűjteni, mert ugye a gyűjteményben annyi nem szerepel, mint ahogy Ligeti Erikának egyetlen munkája szerepel, ő is sajnos elég régen elment közülünk. Így aztán nem volt egyszerű megrendezni a kiállítás egészét. Ami jellemző, és próbáltam úgy bemutatni itt az itteni közönségnek, és szeretném is, hogy nagyon sokan jöjjenek el, nézzék meg, hogy Ágata Margó, aki végül is most Szolnokon is van egy emlékkiállítása, szerencsére 6 darab munkáját kölcsön kaptuk Szolnokról, így aztán ezen a szemközti falon található az össz munkája ezen a falon. Ezzel ellentétes oldalon a Megyes László fiának az anyagát tudjuk bemutatni, és közte a többi falon pedig a többi kollégának a munkáit, és ma délelőtt még 11 órakor sajnos nem volt itt a terembe, csak a helyét tudtam valahogy telefonon egyeztetni a Németh Józsefnek, akik most hozták délbe az anyagot, és úgy helyeztük föl ide erre a falra, de hát gyönyörű, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy legalább ezt sikerült összegyűjteni és bemutatni, és mai alkalomra megpróbáltuk azt is megcsinálni, hogy a mezőtúri gyűjteménynek az anyagát én úgy nevezem, hogy raktárkiállítás módján, fönt a karzaton, pedig egy olyan kiállítás, hogy ez a gyűjteménynek a 90%, ami most falra kerül, és legalább falon van, és nem egy ilyen tároló helységbe porosodik, és van bent, és ez a kiállítótér, ez a mezőtúri, ez egy zseniális, gyönyörű. Én mindig irigykedve fogadom, mert Nyíregyházának, egy lényegesen nagyobb városnak megközelítően ilyen reprezentatív kiállítóterme nincs. Úgyhogy én azt mondom, hogy mezőtúriak legyenek büszkék erre, és ezért úgy gondoltuk, hogy fönt is megtekinthető a gyűjtemény folyamatosan, és meg is próbáljuk tartani, hogy az állandó fönt legyen látható. És akkor így a lenti anyag és a fönti anyag is tulajdonképpen egy rendkívül izgalmas dolog, és mindenki figyelmébe ajánlom. Ez a kiállítás meddig várja a látogatókat itt Mezőtúron a Városi Galériában? Augusztus 20-a, illetve 19-éig, mert 20-án ugye az idei művésztelepnek a kiállítását szeretnénk megnyitni. Ez már hagyomány Mezőtúron, hogy a mezőtúri alkotótelepnek a záró kiállítása az augusztus 20-a ünnepére van, és az pedig egy hónapig tekinthető meg. És én úgy gondolom, hogy ennek a városnak, én tényleg irigykedve mondom, hogy ilyen reprezentatív képzőművészeti kiállítása a nyár folyamán az nagyon kevés helyen van, és ez lesz a következő utána. Mezőtúrváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kultúra, a művészet és a képzőművészet támogatására. Milyen kapcsolatban van az önkormányzat és a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep?
Igen, ez valóban így van, és erre nagyon büszkék is vagyunk, hiszen ha szétnézünk itt a falakon, meglátjuk, hogy milyen európai, sőt világszínvonalú műveket készítenek az itt alkotó művészek. A támogatásunk az többnyire pénzbeli támogatás. A nehéz helyzetben is volt olyan önkormányzat, aki nem tudta tovább támogatni a művésztelepeket, mi bevállaltuk ezt a végsőkig. Ezen felül különböző tárgyi és természetbeli jutatásokkal is segítjük a művészeket, hiszen ez nem csak Mezőtúr kincse, hanem az egész környék és egész Európa kincse, amit megszületik. Ezáltal a kultúra is ébren van, ami viszont napjainkban nem egy rossz dolog, hogyha a művészek felhívják a figyelmet sok mindenre. Augusztus 4-én vette kezdetét az Artúr Fesztivál Mezőtúron. A hét folyamán színes programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. A megnyitón Batta Attila Viktor alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Boldog István országgyűlési képviselő nyitotta meg a 14. Artúr Fesztivált. Kedves vendégeink! Mezőtúr város önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében szeretettel köszöntöm Önöket az Artúr Fesztivál megnyitó ünnepségén. Augusztus 4-én megnyitotta a kapuit az Artúr Fesztivál, a közösségi házban tartották a megnyitót. Ezen kívül a 6 nap alatt több helyszínen várják a kikapcsolódni vágyókat. Melyek ezek a helyszínek? Hát igen, tehát itt a közösségi háznak a nagy termében a nagy család kiállítás megnyitójával kezdtük a fesztivált. Hát erre már mondhatom azt is, hogy ez tulajdonképpen ez hagyományos, hiszen mindig igyekeztünk olyan mezőtúri családokat megkeresni, és el is vállalták minden esetben, akik be tudnak mutatkozni az egész város előtt, tehát van annyi anyaguk is, meg kedvük is, meg idejük is, hogy ebbe részt vegyenek. És természetesen nem csak itt a közösségi ház fog majd helyet adni a különböző programoknak, hanem úgy, mint az elmúlt években is, legnagyobb örömünkre ebben az évben is minden, hogy így fogalmazzak, minden korábbi partnerünk igen mondott, a Túri Fazekas Múzeum, Református Templom, Katolikus Templom, a Városi Galéria, közösségi ház, és természetesen, ami még ezek a kisebb, hogy így mondjam, kisebb programok mellett, pedig a legnagyobb helyszínünk, az pedig a víztorony alatti terület a Szolnoki úton, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit minden programunkra, amely a fesztiválhoz kapcsolódik, és a fesztivált záró túri vására pedig mindenkinek jó vásári nézelődést kívánok, jó időt és jó kedvet a programok megtekintéséhez, és bízom benne, hogy mindenki megtalálja magának tetsző programot, rendezvényt. A programok összeállításán figyelembe vették, hogy minden korosztály számára biztosítsanak kikapcsolódási lehetőséget. Igen, alapvető célunk maga a fesztivál megrendezésével, illetve a fesztivál programjának az összeállításával az volt, hogy ne csak egy korosztályra koncentráljunk, hiszen nem csak Mezőtúr lakosságából várjuk majd a fesztivál látogatókat, hanem a környékbeli településekről, városokból is. És hát ugye azért a fiataloknak elég sok olyan lehetőség van itt a nyár folyamán, amikor el tudnak menni különböző fesztiválokra, programokra. Mi szerettünk volna azért kicsit hát most idézőjelben, hogy így mondjam, az idősebbeknek is kedveskedni. Én úgy gondolom, ahogy a programokon végig tekintettem, és hogy az elmúlt években is láthattuk, hogy ez a célunk, ez eredményes volt, és bízom benne, hogy ahogy mondtam is, hogy minél többen kilátogatnak a programjainkra. Mit tudhatunk a két rendezvény hagyományáról? Hát idén már 14. alkalommal kerül megrendezésre ez a két rendezvény. Én nagyon büszke vagyok, hiszen a városi jelleget, a kultúrát és a városi összefogást tükrözi ez a két rendezvény. Én úgy gondolom, hogy mivel nagyon sokrétű, több művészeti ágat megszólaltató rendezvényről van szó, illetve nagyon sok helyszínen zajlik, úgyhogy mindenki megtalálhatja a számára mind helyszínileg, mind témailag fontos kiállítást. És én kiemelném, mint ahogy többször is megtettem, hogy ez mai napig ingyenes, ami elég ritka manapság. Én úgy gondolom, hogy aki csemegézni szeretne, az mindenképpen megtalálja számára kedvező rendezvényt, ez korosztálytól független szinte, és kiemelném, hogy valamivel fajsúlyosabb is, mint a könnyű zenei fesztiválok, nem lebecsülöm őket, de itt azért ugye nagyon szép komoly zenei, művészeti, festészeti, kerámikus és egyéb kiállítások vannak, tehát én úgy gondolom, hogy a művészet és a könnyű zene ez kiegészíti egymást, a múlt hét volt a könnyű zenéjé, ez pedig a kicsit fajsúlyosabb művészeteké.
Mezőtúron a nyáron, illetve a térségben a nyáron nem unatkozhatunk, hiszen egy újabb nagyszabású rendezvény veszi kezdetét a mai napon. Mit jelent a térség számára, hogy ennyi rendezvény van, illetve mennyire érdeklődnek az itt lakók? Hát azt gondolom, hogy az East West megmutatta, hogy mennyire érdeklődnek a fiatalok, a középkorúak, most pedig azt gondolom, hogy a következő hét az meg fogja mutatni, hogy mennyire érdeklődnek a középkorúak, az idősebbek, és talán itt is a fiatalok is természetesen, hiszen hatalmas programkavalkád van. Azt gondolom, hogy Mezőtúr eljutott oda 25 év után, ami mindig is, ahol kellett volna álljon a rendszerváltás óta, a térség kulturális, turisztikai központjává vált. Turisztikai is, hiszen a kultúrával óriási turisztika is jött, ezt jól megmutatta az East West, és azt gondolom, hogy ezt jól meg fogja mutatni az Artúr Fesztivál, és természetesen a túri vásár is, amit már hagyományosan tudunk, hogy nem csak mezőtúriak, sőt nem csak a térségből jönnek, hanem távoli vidékekről is jönnek az országból ide, hogy részt vegyenek ezen a fantasztikus rendezvényen. Azt gondolom, hogy mindig is ez volt a helye Mezőtúrnak, és most már ebben az évben nyugodtan elmondhatjuk, hogy biztos, hogy a térség kulturális és turisztikai központjává vált Mezőtúr. Ezért dolgoztak nagyon sokan, ezért próbálkoztam én is segíteni mindig, és én bízom benne, hogy ezt a szerepet csak tovább növeli az önkormányzat, csak tovább növelik a helyi vállalkozások. Ezen a rendezvényen mezőtúriak, illetve a térségben alkotók is megmutathatják magukat. Ez mennyire fontos mondjuk, hogy ők is lehetőséghez nyúljanak? Hát nagyon fontos, hiszen a kormányzati támogatás is azért van ezekre a fesztiválokra, ezekre a rendezvényekre, hogy a hagyományainkat megmutassuk, hogy a helyi alkotók be tudjanak mutatkozni, hogy mindenki lássa azt, hogy nem csak arra kell számítani, hogy majd valahonnan Budapestről vagy más vidékekről érkezik valaki és hoz valami kulturálisat, valami hagyományosat, valami ősi mesterséget, hanem itt vagyunk mi. Helyiek, akik akár fazekaskodnak, akár fotóznak, akár festenek, és szőnek, fonnak, ezerféle dolgot tudnék mondani, amivel foglalkoznak helyben is emberek, és jó, hogyha itt a helyiek is megismerik, és természetesen, ahogy mondtam, miután nem csak kulturális, hanem turisztikai központtá is vált Mezőtúr, az ideérkező turisták is látják azt, hogy mi mindennel foglalkoznak itt a helyiek, és esetlegesen akár még vásárolnak is ezekből az alkotásokból, és elviszik a jó hírnevét Mezőtúrnak, úgyhogy nagyon fontos, azt gondolom. Képviselő úr a mai napon megnyitja a rendezvényt, a programsorozatot. Várható-e, hogy a további napokban is találkozunk? Természetesen vannak olyan programok, amiket kinéztem magamnak, és bízom benne, hogy be tudunk jönni, bár a Deák Bill Gyulát várom már nagyon, de természetesen majd, amikor a családdal tudok bejönni, akkor jövök, úgyhogy a Deák Bill Gyula lehet, hogy csak egy ilyen futó benézés lesz, mert a kisfiam nem biztos, hogy az kibírja, hogy legalábbis, hogy végignézzük. A túri vásáron mindenképpen itt vagyunk, de hát több programra is szándékozik a család eljönni, majd látjuk, hogy az időjárás, meg ugye az én elfoglaltságom is hogy jön össze, de bizakodó vagyok, hogy sok programot fogunk látni a következő héten, hiszen nagyon jó idő várható, és a programok pedig nagyon színesek, és nagyon sok olyan van, ami közel áll az én ízlésemhez. 13. alkalommal rendezték meg a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, ahol a Mezőtúri Sportiskola tanulója Aranyi Ferenc nyerte meg a férfi diszkoszvetés döntőjét, így aranyéremmel tért haza Mezőtúrra. Az olimpia után beszélgettünk a sportolóval. Július 25-e és augusztus 2-a között Grúziában rendezték meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, ahová Aranyi Ferenc is kijutott, és még a kiutazása előtt beszélgettünk vele, azonban hazautazott és arany éremmel tért haza. Hogyan telt ez az egy hét, mi történt ebben az egy hétben? A megérkezés az vasárnap volt, hétfőn kezdődtek a versenyek, a megnyitó is vasárnap volt, nekem a selejtező az kedden volt. A selejtezőben 50 méter 27 centivel kerültem be a 6. helyen, ez nagyon rossz volt. Utána csütörtökön volt a nagy verseny, a finálé, azt a 57 méter 45 centivel megnyertem. A második az 56-13, tehát második helyezettet azt több mint egy méterre vertem. Említetted, hogy 6.-ként kerültél be a döntőbe. Mennyire izgultál a döntő előtt? Hát a válogatóba jobban izgultam, mint a döntőbe. Nagyjából mondhatjuk azt is. Milyen célokkal utaztál ki? Gondoltad-e volna, hogy megnyerheted? Hát azt tudtam, hogy van rá esélyem, és hát az első helyre nem számítottam. Csak
csak ugye a dobogóra, hát ha felkerülök, mert voltak jobb eredménnyel is benevezve, de hát ők se tudták megdobni. És hogy ők nem tudták megdobni, én meg jobban dobtam, ők meg nem tudták a legjobb eredményüket újra megdobni. És amikor megtudtad, hogy te dobtad a legnagyobbat, akkor milyen érzés volt? Hát akkor még nem is tudtam felfogni, hogy megnyertem, és akkor csak úgy mentem mindenkivel, vagyis hogy amikor megnyertem, akkor elhívta a doppingra is, meg akkor a zászlóval, meg még fotózkodás ott is, tehát nem is tudtam nagyon felhívni senkit, csak amikor visszértünk a szállásra, azelőtt meg még csomó minden volt. A hazautazásod után a tegnapi napon Budapesten is jártál az Olimpiai Bizottságnál. Itt mi történt? Hát ez egy sajtótájékoztató volt, és érmes lett, azt hívták föl. Ott is voltunk egy páran, azt mondták, hogy ki nyert, mennyivel, meg akik voltak Kolumbiában is, őket is elhívták, ők már idősebbek voltak, mint mi, és nekünk volt ez egy ilyen kis rendezvény, vagy sajtótájékoztató, hogy ki mit csinált, meg ilyenek, meg hogy lesznek új szponzorok. Előre tekintve, mik a távlati célok? Hát most 2 hétig pihenni fogok, és a 2016-os riói olimpia előtt lesz még egy világbajnokság, és arra is ki szeretnék jutni, meg utána azzal kvalifikálom magam a riói olimpiára. Köszönöm figyelmüket, Önök a Péntektől Péntekig című heti hírösszefoglalónkat látták. További kellemes estét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra!